amit látnak és hallanak, az nem én vagyok, én csak leírtam és elmondom. A Mandala nyár nagy színpadán Földes László hobó és zenésztársa Kis Zoltán várta a közönséget az Utcazenész című előadással. A darabot Vidnyánszky Attila állította színpadra, akivel hobó immár 17 éve dolgozik együtt rendszeresen. Az alapötlet az onnan van, hogy én kitaláltam, hogy a Kis Zoli barátommal ketten egyszer gitár mellett kiülünk Budapesten különböző helyekre az utcára, minden reklám nélkül az utcára, a terek, itt a metró végállomáson, vagy a téren, vagy a kerítésnél is ott játszunk. Annélkül, hogy meghirdetnénk ezeket a dalokat és ezeket a szövegeket, amelyek vannak. Ezt így akartam, elmondtam a Vidnyánszky Attilának, aki azt mondta, hogy ezt szeretné megrendezni. Így kezdődött a dolog. A jövőre 80. születésnapját ünneplő Kossuth Díjas hobó, aki már túl van az ezredik József Attila estjén is, idén megkapta a Petőfi Zenei Díj életműdíjat. Jövőre pedig a Nemzeti Filmintézet támogatásával mozifilm is készül az életművéről. Az a véleményem, hogy ahhoz, hogy valaki blues énekeljen, vagy rock'n'rollt, vagy verseket mondjon, az nem kell színésznek lenni. Ha a Latinovics Zoltánra, vagy a Mensáros Lászlóra gondolok, akkor meg, vagy a Jordán Tamásra, akkor pláne nem. Ugyanez, hogy én nekem vannak, és nagyon régóta dolgozom színházban, és nagyon jó barátaim vannak, akik nagyon jó színészek, és sok szerepet el tudnak játszani, de a blueshoz, vagy a költészethez az egyéniségkel nincs kinek a szerepébe bebújni, és azt vettem észre ennyi évtized alatt, hogy a legtöbb színészből kiverik az egyéniséget, és megmondják nekik, hogy hogyan mondják a verset, hogy hogyan énekeljenek, akármilyen jó hangja van. A színész, én azért vannak ilyen barátaim, mert szeretem őket, ők arra vállalkoztak, hogy megmondják, hogy eljátsszák azt, amit mondanak nekik, és amit nem ő írt, és nem ő gondol. Én meg azt játszom, amit én gondolok, meg én írtam, vagy ami nekem fontos. A művész számára meghatározó korszak volt az 1960-as évek, és a beat korszak, amelyben a zene és a szépirodalom sajátos kapcsolatba került. Amit ma gúnyolnak, hogy a hippik milyen hülyék voltak, azóta az én életemben, 79 éves vagyok, ez volt az egyetlen egy olyan társadalmi mozgalom, amelyik nem volt köze az erőszakhoz, akkor ezzel mi baj van ahhoz képest, ami most folyik. Na most ezt a zene váltotta ki, és a világon egyszerre egy csomó ember a vallástól és fajtól és bőrszintől független azonosnak érezte magát, tehát ennek a nyomai nincsenek ma meg. Én nekem nincsen ilyen nosztalgiám, csak úgy gondolom, hogy és megszületett egy ilyen műfaj, ami a rockzene, és ezt egy művészetnek tartottam, és ma is így próbálom csinálni, független attól, hogy mi lett belőle, vagy mások nem csinálják. Az Utcazenészt 2023-ban a Nemzeti Színházban mutatták be. Az előadás színlapján a szerző azt írta, elsősorban azért született, hogy bemutassa mindmáig, milyen kísértések és kihívások érték érik a zenészeket, mit kell megtenniük, vagy kikerülniük, hogy a pályán tudjanak maradni. Tegye fel a kezét, aki erre emlékszik.